Egészséges uzsonnát készít német csatlós Orsolya gyermekeinek. A család számára fontos a megfelelő táplálkozás és a mozgás. A család naponta 5-ször változatosan étkezik. Sok gyümölcsöt és zöldséget fogyasztanak. Ezzel céljuk, hogy megelőzzék az esetleg kialakuló diabéteszt. Orsolya nagybátyánál már diagnosztizálták a cukorbetegséget. Többek között ezért is kap nagy szerepet a prevenció a családjában. Terhessége alatt is rendszeresen mérte a vércukor szintjét. Nekem a férjem profi sportoló már nagyon-nagyon régóta, majdnem 20 éve, és nekünk körülbelül alaptétele, hogy egészségesen éljünk és sportoljunk. Amióta pedig édesanyja vagyok, kifejezetten fontos számomra, hogy odafigyeljünk arra, hogy hogy étkezünk és mennyit mozgunk, bár a gyerekek mellett nem lehet nem mozogni. De igyekszem arra, hogy ne együnk olyan ételeket, illetve igyanak ők sem is egyenek, amik nem hasznosak a szervezetüknek. Ezzel azt értem, hogy nem fogyasztunk feldolgozott élelmiszereket, igyekszem odafigyelni, hogy ne fogyasszunk, illetve cukrot, azokat nem szoktunk egyáltalán, természetes édesítőket használunk, mézet, illetve gyerekeknek sokszor gyümölcsel édesítem az ételeket. Lisztet nem használunk például, vagy ha igen, abból is teljes kiörlésű, tehát odafigyelek, hogy az egészségünkre jó hatással legyen. A családanya a bevásárlás során ügyel arra, hogy egészséges alapanyagokat válasszon. Véleménye szerint a tudatos táplálkozás több időt vesz igénybe, de az anyagiakat tekintve nem drágább. A kettes típusú diabétesz nagymértékű elterjedését a megváltozott életmód is okozza. A legtöbben mozgásszegény életmódot élnek, mindenhova autóval járnak séta vagy biciklizés helyett, lifteznek lépcsőzés helyett, a legtöbben kihagyják a reggelit, és inkább az esti órákban fogyasztanak zsíros, nehéz ételeket. Probléma még a cukros nassolnivaló és üdítő italok is. A szakember szerint a cukorbetegség kialakulása előtt egy prediabéteses állapotot diagnosztizálnak. Ez azt jelenti, hogy a normálistól már magasabb a vércukorszint, de még nem cukorbeteg a páciens. Az ilyen esetek közel felénél azonban 5 éven belül kialakul a diabétesz. A kettes típusú cukorbetegek szervezete kevésbé érzékeny a cukorsejtekbe való bejutását szabályozó hormon, az inzulin iránt. A szervezet termel ugyan inzulint, de nem elegendőt ahhoz, hogy ez a normális vércukorszintet biztosítani tudja. A legjobb megoldás a betegség elkerülésére a prevenció, ez az aktív életmódot és az egészséges ételeket jelentik, valamint a túlsúlytól is érdemes megszabadulni. Ezek mellett fontos a rendszeres szűrővizsgálat is. Nyíregyházán az ingyenes vércukorszintmérést és tanácsadást, a Toldi utca 60 szám alatt, szombaton 13 óráig bárki igénybe veheti. Találtunk itt az elmúlt években egy nagyon komoly népbetegséget, és úgy döntöttünk, hogy szeretnénk a cukorbetegek számára egy olyan lehetőséget biztosítani, hogy tulajdonképpen eljuthassanak odáig, hogy megtudják, hogy cukorbetegek, vagy a rezisztencia, vagy valami már egyáltalán elindult náluk, mert amikor még nincs az a komoly cukorbetegség, sokkal könnyebb a megelőzésben, vagy akár természetes dolgokkal megakadályozni, vagy visszafordítani ezt a folyamatot, vagy lelassítani egyáltalán. Vannak olyan csoportok, akiknél magasabb a cukorbetegség rizikója. Ide tartoznak a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők, a túlsúlyosak, a 45 év fölöttiek, bizonyos gyógyszereket tartósan szedők, illetve természetesen azok, akiknek a családjában több diabéteszes is van.